A Ferencvárosi Tornaklub kezdeményezésének a Fradi Suli programnak a célja, hogy az egyesület elérje a jövő nemzedékét, akik akár a klub sportolói vagy szurkolói lehetnek. A legújabb állomás Érd, a Teleki Sámuel általános iskola volt, ahol az FTC képviseletében két többszörös magyar bajnok tornász, Kis Laura és Csernus Fanni, illetve a 38-szoros válogatott támadó Böde Dániel látogatta meg az intézményt. A három éve induló programon résztvevő gyermekek megismerkedhettek a Ferencváros dicső és gazdag múltjával, mindemellett pedig interaktív és szórakoztató játékokkal is készültek a vendégek. Eddig 130 iskola, 35 ezer gyerekéhez jutottunk el. A nem titkolt célunk természetesen az, hogy az egyébként is Magyarország legnépszerűbb klubját, a Ferencvárost tovább népszerűsítsük. A Fradi Suli program rangját jelzi, hogy októberben a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play díját vehette át a klub vezetése a kezdeményezésnek köszönhetően. Ezen túl vannak olyan alapértékeink, amelyeket szeretnénk átadni a gyerekeknek neves sportolóinkon keresztül. A tanulás fontossága, mert lehetsz-e a világ legjobbja az adott sportágban, ha megsérülsz például, akkor hogyan tovább, ha nem vetted komolyan a tanulást. A fair play. Hogy elmondják a sportolóink a gyerekeknek, hogy sportban, a sportpályán nem ellenség van, hanem ellenfél. Méghozzá nemes ellenfél, amely ellenfelet mindig, minden körülmények között tisztelned kell. Ezek azok az alapvetések, amelyeket igyekszünk átadni a gyerekeknek. A Teleki Sámuel általános iskolában is Temérdek Fradi Drucker diák jár. Az előadás végén pedig a teleki tanulói autogramokat kérhettek kedvenceiktől. Nagyon jó élmény volt, nekünk nagyon tetszett. Csináltunk plakátokat, hogy a kisebbek arról tanuljanak, meg akik úgy nem tudnak a Fradiról, és egy nagyon jó előadás volt. Voltam több iskolában, mindenhol pozitív visszajelzéseket kapunk, a gyerekek érdekes módon itt meg tudnak viselkedni ebbe a röpke egy órában, még itt vagyunk, úgyhogy ez egy jó dolognak tartom ezt az egészet. Mikulás napján a gyerekek értékelik az elmúlt évüket, és gyakran a felnőttek is ezt teszik. Csúnyaszót nem akarok használni, de elég szörnyű, elég tragikus volt ez az egész 2017-es évem. Sok sérülés volt, sokszor úgy játszottam, hogy tényleg úgy voltam összeragadva, úgyhogy elég szörnyű volt számomra. De a profi sportolóknak az egyik legfontosabb feladatuk a példamutatás. A pályán kiteszem a szívemet, a lelkemet, mikor hogy sikerül a játék, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezzel tudok példát mutatni nekik. Az előadáson elhangzott, hogy az intézmény diákjai évente két alkalommal ingyen látogathatják meg a klub felnőtt labdarúgó csapatának mérkőzését.